deň. Vážení hostia, dámy a páni, milí priatelia. V mene slovenskej samosprávy v Čabačúde a v mene spolku z čabačúdskych Slovákov vás srdečne vítam na 14. prehliadke tradičných jedál. Adjon Isten szép jó napot! Tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! A Csabacsődi Szlovák Önkormányzat és a Csabacsődi Szlovák Kör nevében szeretettel köszöntöm Önöket a 14. tradicionális ételek bemutatóján. Srdečne pozdravujem vedúcich a členov slovenských samospráv a slovenských spoločností. Szeretettel köszöntjük a szlovák önkormányzatok, valamint a szlovák közösségek vezetőit és tagjait. Ďakujeme samospráve obce Čabačúd za vytrvalé podporovanie našej práce. Köszönjük szépen Čabačúd nagyközség önkormányzatának az állandó támogatást. Zároveň chcem vyjadriť poďakovanie členom spolku Čabačúdskych Slovákov, ktorých s láskou pripravili chutné jedlá. Végezetül köszönetemet szeretném kifejezni a Csabacsúdi Szlovák Körtagságának, akik a finom ételeket készítették. Pán starosta József Molnár, bohužiaľ dnes nemôže tu byť, a poprosil ma, aby som vám odovzdala jeho srdečný pozdrav. Praje každému krásne zážitky z dnešného podujatia. Molnár József polgármester úr sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni rendezvényünkön. Megkért, hogy adjam át szívélyes üdvözletét, mindenkinek gyönyörű élményeket kíván a mai rendezvényre. Vážení hostia, pre nás, členov pospolostnosti z Čabačúdskych Slovákov, je mimoriadne dôležitou úlohou zachovávať a ďalej odovzdávať zvyky a tradície našich predkov. Naša činnosť, hádam, potvrdí, že sme hodní splniť svoju úlohu. Sme predsvedčení, že dnešného podujatie poteší nielen nás, ale aj všetkých prítomných. Zároveň ukáže, že tradičné jedlá sú dodnes na našich stoloch. Ak sa pozriem na bohato presvetý stôl, príde mi na úm moje detstvo, ale aj moja vlastná kuchyňa. Verím, že tieto jedlá sa varila nielen na dnešného podujatie. Tu, v Čabačúde a jeho okolí asi každý deň nájdeme na stoloch daktoré z tradičných jedál. Nekünk, mint a Csabacsúdi Szlovák közösség tagjainak, hangsúlyozottan feladatunk megőrizni és átadni elődeink szokásait. Tevékenységeink talán bizonyítják, hogy méltóak vagyunk a feladatra. A mai rendezvény megörvendeztet bennünket, és megmutatja, hogy a tradicionális ételek minden nap asztalainkon vannak. Ahogy végignézek a gazdagon megterített asztalon, gyermekkorom és az én konyhám jut eszembe. Hiszek abban, hogy ezek az ételek nem csupán a mai rendezvényre készültek. Itt Csabacsődön és környékén talán minden nap találunk az asztalokon valamilyen tradicionális ételt. Dámy a páni, milí hostia. Od roku 2006, kedy sa začalo vyučovanie slovenského jazyka na základnej škole Ágostona Treforta v Čabačúde, si škola vytýčila za cieľ zapojiť mládež do aktívneho používania slovenčiny, zachovávať slovenský jazyk a kultúru, zabezpečiť žiakom zdokolovanie sa v slovenskom jazyku, vytrvávať každý kladný vzťah k slovenskej kultúre. Naša učiteľka, Emese Hrušková Hajdúová, vtedy založila citárový krúžok. Spolu so svojimi malými žiakmi aj sama začala spoznávať citaru a spolu s nimi sa učila na tomto nástroji hrať, spoločne sa v hre zdokonovalovali. V súčasnosti znovu jeden úspech za druhým získavajú čoraz viac ocenení a kvalifikácií.
V decembri získali Vary najhodnejšie ocenenie, veď na 23. dni maďarskej kultúry Maliáš Kovrenský na čele vedúcou MŠ-ou Hruškovou Hajdúovou prevzali pohár dedictva. K tomuto významnému vyznamenaniu Škomránkom chce srdečne zablahoželať aj Slovenská samospráva v Čabačúde a vo svojom mene im odovzdať čestné uznanie nasledovaného znenia. Slovenská samospráva v Čabačúde srdečne blahoželá citerovej skupine Maliáš Kovránky zo základnej školy Ágoštona Treforta v Čabačúde k poháru dedičstva, ktorým skupinu ocenila nadácia za kultúru dedín za príkladné pestovanie tradícií. 2006-ban kerül bevezetésre a szlovák nyelv oktatása a Csabacsúdi Treforta Ágoston általános iskolában. Az iskola célul tűzte ki a gyermekeknek a szlovák nyelvoktatást, a hagyományok, népszokások megőrzését. Tanítónénink, Ruskáné Hajdú Emese, ekkor alapította meg a citera szakkört. A gyermekekkel együtt kezdett el ismerkedni a citerával, velük együtt fejlődött. Mára már rengeteg sikerük van, több minősítő versenyen értek el kiváló eredményeket. Decemberben kapták talán a legértékesebb elismerést, hiszen a 23. Magyar Kultúra napján vehették át a Falva Kultúrájáért Alapítvány örökség serlegét. Ez alkalomból a csabacsúdi szlovák önkormányzat is szívből gratulál nekik, és elismerő oklevelet adományoz az alábbi szöveggel. A szlovák önkormányzat csabacsúd szeretettel gratulál a csabacsúdi Treforta Ágoston általános iskola kispacsirták citera csoportjának, amiért a Falva Kultúrájáért Alapítvány örökségserleg elismerését adományozta példamutató hagyományápolásért. Teda zahrajú nám Maliáš Kovránky, vypočujme si ich podané krásne slovenské piesne. Pripravila ich učiteľka Emeše Hrušková Hajdúová. Privítajte ich, prosím, veľkým potleskom. Következenek tehát a kispacsirták, ma gyönyörű szlovák dalokat hallhatunk tőlük. Felkészítőjük Ruskáné Hajdú Emese tanárnő. Fogadják őket nagy szeretettel és nagy-nagy tapssal.
Ďakujeme za pekný program, škombránkam. A teraz mi dovolte pozvať vás ku stolu. Zajedzme si a ochutnajme všetky dobroty, čo sme sem priniesli. Prajem vám príjemné popoludne. Cítite sa v našom kruhu dobre. És most kóstoljuk meg a sok finomságot, amit hoztunk. Engedjék meg, hogy az asztalhoz invitáljam Önöket. Kellemes délután kívánok Önöknek. Érezzék jól magukat köreinkben.